Csütörtök délután ünnepélyes keretek között Dragomán György József Attila díjas író nyitotta meg a 93. ünnepi könyvhetet a Dugonics téren, ahol köszöntőjét követően, melyben első, édesapjához fűződő könyvélményét idézte fel a szerző, beszélgettünk vele irodalomról, írásról, és arról, hogyan ötvözi regényeiben másik nagy szenvedélyét, a szakácsművészetet. Nekem a könyvhét az azóta csodálatos ünnep, mióta az első könyvem a könyvhéten jelent meg, és nem csak az enyém, hanem a feleségemé is, és akkor ráadásul éppen akkor voltam ifjú apa, úgyhogy a dedikálás úgy zajlott, hogy ott ültünk a feleségemmel a könyvhéten, és közöttünk a babakocsi, ez 2002-ben volt, és azért is ünnep volt a könyvhét, de azóta másfajta ünnep, mert akkor a másik oldalra kerültem, és én minden könyvhéten ezt érem újra, hiába volt ez már 20 éve, olyan, mintha most lett volna, és ezért mindig elnyúlok. Az igazság az, hogy az írás egy nagyon lassú sport, úgyhogy ez olyan, mint egy csiga versenyeznek, aki leúszol, nem lehet a trendeket követni, mert a trendek sokkal gyorsabban változnak, mint az ember könyveket ír. Tehát egy könyv 3 év, 4 év, 8 év, hát az alatt minden más lesz, mint ami volt. Én szerintem egy írónak csak a saját mániáival kell törődni, az belső látásával, és hogyha szerencséje van, akkor azok újra aktuálisak lesznek. Néha sajnos előfordul ez. Hát mondjuk az én első regényem például egy háborús regény, ez a 2002-es, és hát fájdalmas most azt gondolni, hogy most ez újra aktuális. Tehát igazából az irodalom az kívül van a valóságon, és mégis belül van a valóságon, és egy jó könyv az mindig megtalálja azt, ami miatt érdemes elolvasni, ami miatt arról szól, amiről szólnia kell. Tehát egy jó szöveg időtlen, ha olyannak van megírva, amilyennek megírva lennie kell. Az elején elhatároztam, hogy egy szabály van, a szabály az, hogy én vagyok a hibás. És ez azt jelenti, hogy nem lehet semmilyen rituálém, az lehet, mert akkor arra lehet fogni, hogy ez nem valósul meg, akkor nem tudok dolgozni. Tehát ez nekem az a rituálém, hogy nincs rituálém, tehát nem sosem szabad panaszkodom semmilyen külső körülményre, úgyhogy ha nem tudok dolgozni, az én hibám egyedül. Egy egyetlen dolog van, amit talán rituálnak lehet nevezni, ez a feleségem ajándéka volt, az író sapka. Ezt akkor kaptam, amikor a gyerekek kicsik voltak, és akkor hogy tudják, hogy tényleg most nem szabad hozzám szólni, mert most mondatban vagyok, akkor fel kell tenni a sapkát. És akkor ezt azóta is néha használom, most már nincs szükség a gyerekek szempontjából, de arra jó, hogy én tudom, hogy ha rajtam a sapka, akkor tényleg koncentrálnom kell, és akkor nincs mese, dolgozni kell. Valójában nincs olyan, hogy is lehet, az elmélyült koncentráció van. Tehát én gyűjtögetek mindig mindenféle látványokat és emlékeket és képeket, és akkor ezekbe próbálok belekerülni, mikor dolgozom. Ez van tényleg, tehát nem nincs olyan, hogy így lett, hanem az történik, hogy minden összeáll néha, és akkor az egy szép pillanat. Nekem a főzés az egy ilyen nagyon kreatív kikapcsolódás az írásból. Tehát, hogy az írással az a nehéz, hogy az ember folyton a jeleneten gondolkozik, és én azt vettem észre, hogy mikor főzöm, akkor kreatív vagyok, de nem ez egy fizikai munka, tehát hogy ki is lehet jönni a fotelből, az ember csinál valamit, és addig nem a jeleneten gondolkozom. Tehát ez tényleg teljesen kikapcsol az írásból, de mégis azért fanatikusan bele lehet mélyedni. És ez a kettő sokáig párhuzamosan futott egymással, aztán egyszer leírtam egy receptet, és akkor onnan kezdve most már a főzésről is írok, de az nagyon fontos, hogy amikor főzök, akkor sose gondolok arra, hogy fogom ezt megírni. És amikor írok, akkor meg fejbe megfőzöm újra általában az ételeket, és úgy próbálok receptet írni, mint a novellát írnék, hogy egy történet legyen, egy olyan történet, amit az olvasó úgy annyira átér, hogy utána aztán kimenjen a konyhába, és jó esetben vigye magával a könyvet. És hát a legszebb kritika, amit erről kaptam, hogy jó, hogy végre valaki nem csak írni tud, hanem főzni is tud, és úgy tud a főzésről írni. Úgyhogy én ennek a szemében járok el tovább, és hát minden főzök, és hát nem írok rá minden nap, de azért ez folyamatos munka, úgyhogy lesz majd újabb főzőskönyv. Az én kedvenc ételem a családom legnagyobb bátára a tálkony és paradicsomos zöldbableves vagy lencseleves, és ezt én akárhányszor meg tudom főzni egymás után. Ha egyedül vagyok otthon, akkor csak ezt főzöm magamnak. Most is például egy ösztöndíjjal külföldön voltam, és egy hónapon keresztül szinte csak ezt tettem, nem csak ez egy gyakran ettem. A családom már kicsit fellázadt, olyan sokszor csináltam ezt, nekem ez a kedvenc ételem. Az újabb főzőskönyvön kívül, ahogy az író elárulta, még két másik művön dolgozik, egy regényen és egy novellás köteten. Mint mondta, szerencsére úgy látja, hogy a mai trendek úgy változnak, hogy az emberek a digitalizáció világából kiszakadva újra felfedezik a könyvolvasás örömét és szépségét. Én nagy e-könyvrajongó vagyok, egyébként magam is vannak, olvasok e-könyveket, de úgy tudom, hogy a pandémia idő alatt sokkal többen vettek igazi könyvet, mint korábban, úgyhogy azt hiszem, hogy az írott szó mégis érdekes, tehát a jó dolog megfogni egy könyvet és kézbe venni. Nyilván máshogy olvasnak az emberek, hogyha képernyőn kerül elő több szöveg, de az a jó, mondhatod a könyvben, hogy offline van. De amíg az ember olvas, addig nem kap e-maileket, nem kell a feedjeit frissítgetnie,
És most már egyre többen kezdik ezt megbecsülni, ezt a fókuszált olvasást és koncentrált olvasást. Én azt remélem, hogy ez már nem fog tovább csökkenni, inkább nőni kezd, mint hogyha most ezt lehetne érzékelni. Persze, én lehet, hogy optimista vagyok.